akkor a következő előadást Havass Miklós fogja tartani, akiről ennyit lehet tudni, és ez a rövid bemutatás, ez szintén Editnek az emlékét idézi. Jó így? És mert abban a személyek rovatában az informatikai történeti adattárnak, amiről itt a rektor helyettes úr beszélt, abban ő találta ki tulajdonképpen azt, hogy mindenkiről egy ilyen rövid, néhány soros ismertetés legyen, és ezeknek a nagy részét ő is írta meg annak idején. Úgyhogy most minden előadót ennek a segítségével fogok bemutatni, és akkor a Miklós tiéd a szó. Mindenkit szeretettel köszöntök. Az, hogy itt vagyok, annak a tulajdonságnak köszönhető, hogy egyetemi társa voltam Editnek. Nem egy év folyamban jártunk, én 2 évvel később kezdtem, mint ő, a Szegedi Egyetemen. Edit 1968-ban Kunágotán született. Kunágota 1938-ban Kunágotán született. Kunágota egy tipikus alföldi város, Békéscsaba alatt, ahol a törökök kiűzése után általában szlovákok telepedtek meg, és lettek szorgalmas földművelők. Valószínűleg, hogy Edit lánykori nevét is Tóth innen örökölhette. Békéstarhoson és Békéscsabán járt gimnáziumba, és utána 1957-ben átkerült Szegedre, ami kb. 90 kilométerre van Kunágotától, és beiratkozott a Szegedi József Attila Tudományegyetemre. Matematika-fizikus hallgatóként kezdte, de harmadévben az a szerencse érte, hogy meghívták, fölkínálták azt a lehetőséget neki, hogy a fizika szak helyett válassza az informatika szakot, amit akkor alkalmazott matematikának neveztek ott Szegeden. Ez Kalmár László nevéhez fűződik. Itt is fejezte be Edit az egyetemet, diplomunkájának neve olvasható. Itt fönnírta Budapesten, akkor egy fél évet itt töltött. Egyébként a szegedi 5 évét azt ebben az épületben töltötte el, ez az Aradi Vértanúk tere, ennek körülbelül 2 kilométeres sugarú körzetében élte le szegedi életét. Itt volt a operaház, itt volt a lánykollégium, és ez volt az az egyetem, ahol a Bolyai Intézet, tehát a matematikusok képzőhelye helyet foglalt. A földszinten a hivatali helyiségek, oktatási osztály, felvételi és így tovább helyezkedtek el. Az első emelet a tanároknak a szabálya volt, és a felső emelet volt előadótermeknek kialakítva, minden terem elnevezve vagy a Szegedet megelőző Kolozsvári Egyetem híres professzorairól, vagy a Szegedi Egyetem híres professzorairól. A Szegedi Matematikai Iskolát 2 nagy triász jellemezte. A Kolozsvári Egyetemről átjött tanárok alakították meg, ők alkották az első triászt, Riesz Frigyes, Kerékjártó, Haar Alfréd. A második nagy triász, ami már Edit korában uralkodott, hogy úgy mondjam, Szegeden, Kalmár László, Rédei László és Szökefalvi Nagy Béla. Óriási hírű, komoly matematikusok, közülük is most kiemelném Kalmár Lászlót, aki megalakította az alkalmazott matematika szakot, ahová Edit bejelentkezett. Ők voltak kiemelkedő professzoraink, de többen voltak tanáraink, akik nem csak oktattak bennünket, hanem jó barátok is voltak. Itt látunk néhány komolyabb embert a felső sorban, akik előadtak számunkra, az alsó sorban látunk néhány olyan tanárt, aki közénk állt, amikor nyári munkatáborra mentünk dolgozni, bal oldalon, Húdi bácsi van, a fizikai intézetnek a mindenese, mellette van egy lapátoló fiatalember, őt jegyezzétek meg, ő Ádám András, ő még vissza fog egyszer kerülni valamilyen okból. Jobb oldalon pedig a évfolyamtársai állunk, Majzó Jóskával, Mihály Filacival, Kalmár Ágotával és Bánfalvi Zsolttal. Középen pedig Rédei professzort látjuk, aki nagyot hallott, időnként meghűlt, beteg lett, és akkor helyette a tanársegédje, a nagyon-nagyon okos, de nagyon-nagyon ügyefogyott Polák Gyurka adott elő. Itt éppen konfliktus alakult ki közöttük, mert a Gyuri nem azokat a képleteket írta föl, amit Rédei professzor úr előtte neki elmondott. Rédei itt éppen meg volt fázva, náthás volt. Kalmár László volt az a professzor, aki az alkalmazott szakot kialakította. Laci bácsinak hívtuk, és itt éppen azt a képet mutatjuk, ahol a áramköröket, matematikai logikát tanítja. Őtőle tanult Edit, és őról emlékezett meg a következő helyen is, írt egy számítókönyvet a felsőoktatás, írt egy könyvet a felsőoktatás történetéről, mármint Edit, és abba belerakta azt a programtervezetet, amely alapján Kalmár Laci bácsi nekünk tanította a számítógépek programozását. A budapesti eltén tanított alkalmazott matematikától a szegedi abban különbözött, hogy Laci bácsi kifejezetten programozásra tanított bennünket, nem annyira a hardware, nem annyira a mérnöki tudományokat, mint a matematikai és programozás elméleti dolgokat. Itt van 4 kép Edit évfolyamtársairól, ugyanis az első évfolyam, ami akkor elindult, 4 főből állt mindössze. Urácsi Sári, aki mindig nevetett, nagyon jókedvű kislány volt. Logosi Gábor, aki olyan gőgösen járt közöttünk, mint egy vezér szarvasbika. Sánta Lóri, aki később az Editnek a férje lett, nyugodt, kiegyensúlyozott vérmérsékletű, csöndes ember volt, és itt van Edit, aki mint mindig itt is éppen mosolygott. Emlékem szerint ők kiemelkedő emberek voltak, mi alatta levők, akik többen voltunk már létszámban, folyosókon nyüzsögtünk szünetekben, ők úgy jártak közöttünk, mint az igazi nemes vadak, akire tisztelettel néztünk mindig föl, és tudtuk, hogy ott lakik igazából az ész. De nem csak mint tanulótársak találkoztunk, hanem személyes élményeim is fűződnek hozzá, ezekből mutatnék 3-at. Az első furcsa találkozásom Edittel a Hősök Kapuja fölött elhelyezkedő nagy teremben volt. Szeptemberben kezdődött az én tanévem, akkor Edit már harmadéves volt, és november 7-ét akkor meg kellett ünnepelnünk, akkor szabadítottak fel bennünk. Nem, akkor volt az októberi szocialista forradalom, ami nálunk november 7-én volt megünnepelve, és akkor a kar az így gyűlt össze ebben a nagy teremben, ott a árkádok fölött, és ott ünnepséget tartottunk mindenféle díszes dolgokkal, szavalatokkal, dicsőítő beszédekkel, és akkor egyszer csak belépett egy nagyon bájos fiatal hölgy, ritkaság a matematikusok között, hogy nem csak okos, de szép is. Ő valóban szép volt, kongyal leült, és elkezdett Chopint zongorázni. Szép volt. A következő dolog szakmai találkozások. Laci bácsinak, Kalmár Laci bácsinak szokása volt az, hogy olyan speckolokat hirdetett meg, ami nem egy évfolyam szárára szóltak, hanem bárki bejöhetett, bármelyik évfolyamról, még a tanár, segédek, agyunktusok is. Ilyen alkalmakkor ők, az idősebbek is gyakran beültek a mi speckoljainkra, és akkor tanultuk azt, hogy a matematikai, logikai úton hogy lehet leírni az áramköröket, tanultuk a japonoféle algoritmikus nyelvet, ezeknek mindegyiknek volt egy-egy fél éves tantárgya, ahol Edittel együtt hallgattuk ezeket a dolgokat. A harmadik személyes találkozás Ádám Andrásnál volt, akit említettem, akinek jellemzője volt, hogy nagyon szerette a klasszikus zenét, és ezért a kiválasztott hallgatókat, akik szintén szerették a klasszikus zenét, meghívta a saját szobájába egy-egy hétvégén este, és akkor lemezekről fontos dolgokat játszott le nekünk. Akkor a mikrobarázdás lemezjátszó még nagy dolog volt, a mikrobarázdás lemez is nagy dolog volt, Ádám Andrásnak néha sikerült külföldre mennie, akkor beszerzett egy lemezt, és azt nagy örömmel levetítette nekünk. Itt éppen a Trisztán és Izoldát hallgattuk Klempererrel, emlékszem jól erre a borítékra, amiből nagy óvatosan, két kézzel fogva a szélén kiemelte Ádám Bandi a levezt, föltette, Edit is, Lóri is, én is vendégek voltunk akkor. Edit utolsó találkozása a Szegedi Egyetemmel tavaly történt, amikor gyémán diplomát kapott. Nyugodjék békében!